Sziasztok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Ez egy rövid, véleményes videó lesz. Azt szeretném mondani, hogy nagyon megdrágult az üzemanyag. Ugyebár Putyin legyőzte a Covidot. Eddig a tévébe csak a Covid ment, a rádióba a Covid ment. Hány beteg van, hányan haltak meg, tele vannak a kórházak, vakcina, stb. Ugyebár egy másfél hónapja kitört az ukrán konfliktus, és a Covid megszűnt. Tehát Putyinnak ilyen orvosi diplomát fog kelleni, adjanak a konfliktus végén, mert megszüntette a Covidot. Azt szerette volna mondani, hogy nagyon megdrágult az üzemanyag, így minden túlsúlyos elhízott ember olyan vékony lesz, mint egy agárkutya. Mivel, hogy nagyon drága az üzemanyag, így az emberek nem fognak tudni autóval járni, dolgozni. A második opciót fogják választani, az pedig a bicikli. Így minden túlsúlyos ember előbb-utóbb nagyon vékony lesz. Nem fog kelleni diétát tartson, nem fog kelleni megvásárolja az ilyen nagy netcelebeknek a sablonjukat, étrendjüket, stb. Mert a bicikli hajtás hatására olyan vékonyak lesznek, mint az agár kutya. Még egyszer megemlítem, Putyinnak a konfliktus után egy orvosi diplomát fog kelleni, majd adjanak, mivel hogy a világot megszabadította a Covid-tól. Kellemes napot mindenkinek, sziasztok!